a mai résztartalmából. A mesterséges intelligencia is akár otthon a lakásodban, akár a telefonodon, ugye már most is meg tud ezeket a dolgokat kérdezni, valószínűleg fejlettebb lesz, többet tud, majd jobban megismert, tehát tényleg ilyen asszisztens lett, személyes asszisztens, és tudja, hogy te Edu vagy, megismer, és akkor olyan dolgokat tud mondani, tudja, mekkorák a gyerekeid, tehát ilyenek szempontból mondjuk könnyebb lesz, meg kezelhetőbb. De ez picit olyan, mint hogy most is, hogyha nem tudsz valamit, fölmész, az blogokat elolvasol, vagy videókat megnézel, tehát információt gyűjtesz, de a döntés az csak a te kezedben van. Saras Tócsákban ugrálni, Szobácsi Gergővel és Tóth Eduval. Harmadik évadával indul a Saras Tócsákban ugrálni, amiről most Eduval nem tudjuk eldönteni, hogy a 28. vagy a 29. epizód, de majd kiírjuk alulra. De a lényeg az, hogy a harmadik évadban is itt ül mellettem Tóth Edu. Szia Edu! Sziasztok! Szerintem amúgy 29, mert volt egy plusz, hogy a Neszmény Emil, az ilyen bónusz volt. Azzal együtt 27 volt, de mindegy, ezen most nem veszünk össze. Ja igen, akkor 28, jó, akkor 28. Vagy nem 26? De lényeg az, hogy vettem meg Szobácsi Gergő. És ez már... Ez már a műsor. Igen. Elkezdjük, belecsapunk. A mai vendégünk nem más, mint... 1-2-3... Felméri Péterrel indítjuk az évadot. Péter! Viszont egy szolgálati közleménnyel kell kezdenünk. Megszakítjuk adásunkat, kedves tócsások, ugyanis az adásban elhangzott szolgálati közlemény, mint utólag kiderült, jogilag nem állta meg a helyét, kimondtunk egy olyan szót, amit nem lett volna szabad, úgyhogy így most utólag a Saras Tócsák utómunkájának helyéről köszöntelek titeket, és a szolgálati közleményünk pedig a következő, hogy a harmadik évadban is lesz egy ilyen csodálatos Saras Tócsákban ugrálni pólónk, amit ugyanúgy aláíratunk az összes vendégünkkel, mint ahogy a második évadban, de ezúttal szeretnénk a pólót, hát úgymond árverezésre bocsájtani. Lesz egy számlaszám, amire egy kávé árát szeretnénk kérni tőletek, de nem ilyen kisközértes 80 forint, mondjuk egy ilyen Starbucks-os latte árát szeretnénk kérni, és a évad alatt befolyt összeget pedig egy gyermekonkológiai központnak fogjuk majd átutalni. Na és ezt rontottuk el a felvételen, ugyanis kimondtuk a kórház nevét, ezt nem lett volna szabad. Kettő gyermekonkológiai központ van Budapesten, és ebből az egyik mégpedig az, amelyik az Üllői úton van. Egészen pontosan mondom nektek, dr. Kemény Pál onkohematológiai osztályára fog kerülni a befolyt összeg. Tehát egy Starbucks-os latte árát szeretnénk kérni tőletek, és az aláírt pólót pedig az utalók között fogjuk kisorsolni az évad végén, és reméljük elérjük az álom célt, ami 1 millió forint, és ezt dr. Kemény Pál onkológiai osztálya fogja kapni. És akkor szerintem legyen az, hogy kezdjük azzal az évadot, hogy most Péterrel aláíratjuk ezt a pólót. Itt élőben? Itt élőben, igen. És akkor ezzel megnyitjuk ezt az akciót. Jaj, de jó. De figyelj, tisztázzuk, hogy akkor lehet utalni erre a bankszámlaszámra, ugye, és minden ki utal, vagy csak aki a legtöbbet utalja, azt kapja? Nem. Utalók között sorsoljuk ki ezt a pólót, amit minden vendégünk alá fog írni. Nagyon sok híresség alá fogja írni, akik az évadban lesznek, ők már itt ülnek kint az előszobában, várják, hogy bejöhessenek. Egymás lögdösek, hogy bejöhessenek. Igen, és igen. Most azért nem jöttek be, mert nem, beszorultak így vállal az ajtóba. Hát azért végig csak most itt van a Péter, úgyhogy... Igen, már elfoglaltam, jó volt a leggyorsabb. Ő volt a leggyorsabb, így van. Úgyhogy Pétert megkérjük, hogy akkor ünnepélyesen írja alá először ezt a... Hol szeretnéd, ott szétfeszítem neked. Ez legyen itt nekem, nagyon tetszik, köszönöm. Amíg Péter alárja, addig egy személyes élmény Péterről, mégpedig az, hogy amikor mi Szobácsi Gergővel kitaláltuk, hogy stand-up-olni szeretnénk, még 2010-ben, akkor elkezdtünk bontogatni szárnyainkat, akkor még a Godóban, a Fiatal Félőtek Fesztiválján Felméri Péter volt a Fiatal Félőtek Fesztiválja műsvezetője. Még mindig az vagyok, csak már nem a Godóban. Igen, de ugye milyen különleges ez, hogy... Nekem van is egy fényképem, amikor életemben először állok a Godónak a színpadán, és Péter ül az ablakban, és ilyen nagyon unottan nézi. De közben nem voltak pillanatok azért hozzátenném, de voltak nagyszerű fellépők, például ti is, meg voltak még amúgy, akik nagyon viccesek voltak, de hát esténként meghallgatni 10-20 ember, tehát becsúszik azért, aki nem vicces. Jó, de emlékszem arra, hogy amikor találkoztunk, és akkor utána ott össze is bajtisztunk, meg beszélgettünk egy jót
Peterrel, utána meg elmentem a Sodyakú felvételre, mint néző, és oda mentem, hogy szia, Peti! És akkor így te meg így álltál, hogy haló. És akkor mondta, hogy örülsz nekem, csak te ilyen vagy. Befele örültem. Igen, befele örültem. Figyelj, simán lehet, hogy érted, a Sodák klubban ti is most már csináltok. Persze. Olyan nyomáson ott az embere, hogy már így lehet, hogy kifele nem látszik, de bennem dolgoznak ezek az izék, meg izé. Hadd mondjak én is egyet, félőrültes. Edu lement, de ugye teljesen a hatásod alá kerültél, és még nagyon folytatva volt, de utána jöttek ugye páran, és akkor jöttek ezek is, és a végén annyira akartál még mondani, hogy akkor a végén visszajöttél, de nem csak így magadtól, a közönség meg is szavazta, persze, imádjuk, jöjjön, és ott tomboltál még, de úgy, hogy én ki is mentem, hogy akkor jó, hát ezek lezárjuk az estet, aki akar, az még nézze, de hogy Edu nem hagyja abba ezt. Hát Edu mai napig ezt csinálja, tehát, hogy már, de még a podcastba is, tehát, hogy miután elköszönünk, Edu még képes beszélni egy 3-4 percet, de ez mai napig csinálod, tehát hogy így a buszmegállóig követed a nézőket, és még mondod neki. Igen, mindig benne marad valami. Múltkor mondtam az egyik nézőnek, hogy lehet, hogy az lesz, hogy fölébred reggel az ágyban, és ott áll Edu az ágy mellett. És így, amúgy az volt, hogy és akkor mondja tovább. Egyet, ami a különlegesség Family Peterrel kapcsolatban, hogy ha megnézzünk, majd remélem, hogy találunk ilyen képeket, mert vannak ilyen nagyon komoly fotók a Godós kezdetekről, hogy Szobási Gergő szerintem nagyon nehéz meg is felismerni. Tehát te annyit változtál az elmúlt 14 évben, hogy tökre megjegyeztelek téged most már bárhol meg is. Az van veled viszont, rád arra emlékszem, hogy ugye akkor még lehetett nyerni a félőrülteken, mindig volt ilyen szavazás, meg izé, meg piros lapozás is, tehát durvább volt ez, mint most. És talán te nyerted a legtöbbet, egymás után sorozatban mind vitted el. Tízszer. Mert nekem az volt, hogy amikor először megnyertem, akkor oda mentem Litkai Gergőhöz, hogy na, és akkor mondták, hogy hát nem olyan nagy szám megnyerni egyet, nyerjek meg 10-et, és akkor majd kopogtathatok. És akkor eldöntöttem, hogy én meg fogok nyerni 10-et, és a 10. alkalommal oda mentem hozzájuk, és mondtam, hogy ott ült Csenki meg Litkai, és akkor mondtam nekik, hogy emlékeztek, ami azt mondtátok, hogy a 10. után kopogtathatok, és azt mondta Csenki, hogy igen, de ezt csak azért mondtuk, hogy azt mondtassuk, hogy nem vagyunk itthon. És onnantól még eltelt egy év, mire bekerültem a társ. És te még könyveket is nyertél, tehát az elején volt, hogy a félőrülteken ugye ilyen könyvet lehetett nyerni, csak aztán mit te nyerted, azt már fogtak a könyvet. Árulta. Igen, abból van több példányom, a Föld 99 legkevésbé ismert csodájából, illetve Edu könyvéből van még több darabom, mert egyszer egy Edu-t elkísértem a könyvemutatójára, és hazafelé minden benzinkúton adott egy példányt, úgyhogy... Az tök kedves voltál, ott nekem is adtál a szerdásból, és mondtad, hogy nagyon... Annyira lelkes voltál, én nem láttam se azóta, se azelőtt ennyire lelkes embert, meg ennyire kitartót sem, mint Gergő. Jó pár vagytok. Engem meglepett, hogy mert az történt, hogy pont azon a félőrülteken, ahol kb. Eldőlt, hogy akkor... bevesznek a Duma színházba, vagy se, bombariadó történt. De úgy, hogy előttem volt hat. Hú, arra emlékszem, hú, de durva. És ez kevesen, pedig ez nagyon jó sztori, hogy kevesen is fel is vettem videóra, szerintem az megvan nekem valahova. És kiderült, az egyik fellépő, akit kiszavaztak, ő dühében kiment az utcára, és fülkéből a rendőrségnek szólt, hogy a Godóba. Teljesen igazam. És amit tetszett, emlékszel, azon rögtünk, jöttek a tűzszerészek, a Godóból azt a 80 embert kiterelték az esőbe. Aha. De persze. Fölöttünk a fodrászatot nem. De azért, mert szerintem mindenki azért sejt, mi is úgy voltunk, hogy ha, jó van, bomba. Tudtuk, hogy nem, vagy érted, 99,9%-ban biztosak voltunk, hogy nem. De azért kijöttünk, tehát inkább egy móka volt, nem az, hogy Jézus. Zúgott az eső, és én nem értem színpadra, de úgy, hogy a Litkai azt mondta, hogy ezen múlik, hogy most, hogyha ott jó vagyok, akkor... És nem mentek haza, ugye? Nem mentek haza. Zúgó eső, de álltak emberek. Emberek, tudod, ilyen a kapuhájba beszorultak. Ugye nem mentek haza, szakadt kint az eső, meg lehet, hogy bent bomba van, de ugye nem mentek. Most a kutya most szagolja, nincs ott bomba. De az épülettől se kellett mi tovább, nem, hogy ott az eső alatt beálltunk pont az épület mellett. A robbantok. Hát régi szép idő. Hát igen, csak az a vicces, hogy tényleg, hogyha megnézzük majd aztán fotót, majd vagyan így kérek így photoshopolt be így a műsorban, hogy itt van Szobácsi, itt van Edu, és ezért én megnézem a képeket régen, azért ég és föld, Felberi Péter meg úgy néz ki, mint 10-ben.
És mire voltunk mindegy, miben voltunk mindegy, folyamatosan együttnek se volt gyerekünk, nem? Igen. Hogy azért ott volt időnk, bombariad, hát megvárjuk a végét. Most már nem biztos, hogy megvárnád a végét. Igen, ha már Péter szoba hozta a gyerekeket, ugye ez egy gyerekekről szóló podcast, és a mai témánk, mivel hogy Péternek van egy jövőről szóló önálló estje, ezért arra gondoltunk, hogy mai témánk lehetne az, hogy a gyereknevelés a jövőben, vagy hogy az AI-t hogy lehet bevonni a gyereknevelésbe. És itt rögtön meg is kérdezném, mert én azt vettem észre, hogy nagyon megváltozott így a szülők meg a gyerekek viszonya egymáshoz képest. Na most elmondom, mire gondolok, hogy például az én szüleim még magázták az ő szüleiket, illetve ott a például apáméknál a gyerek az ilyen, hát apám 45-ben született, ő egy ilyen biomunkaeszköz volt a családban. Uh-huh. Ehhez képest én már ugye tegeztem a szüleimet, meg hát azért egyenrangúak voltunk uh-huh. a családon belül, és azt hiszem észre, hogy most így nagyon elbillent a másik irányba, hogy egy kicsit így a gyerek a főnök, már így a családok többségében. Tehát ez nálatok hogy van egyébként? Hogy... Mert amúgy csak ehhez a vonalhoz visszatérve, ugye volt a munkaerő, utána jött az ilyen biodíszlet, ilyen kis kiegészítő, hogy ahova ment a családnak, vitték a gyereket, meg ott volt. Szerintem ez voltam én, ugye, hogy ott van a gyerek a családban, de azért mégiscsak a felnőttek, amit akarnak, meg ami van. És nálunk van ez, hogy akkor mihez van kedved, meg menjünk inkább oda, meg gyerekszínház, meg ilyenek, hogy szerintem a cél az, lehet, hogy van, ahol túlzásba megy, de a cél az, hogy inkább ez az egyenlőség legyen. Én olvastam egyszer egy könyvet, még mielőtt a fiam megszületett, ugye ő volt az első Bálint, és vettünk egy könyvet, Annával, ugye a feleségem ő végigolvasta, én hát a feléig jutottam el, de nem is akartam tovább olvasni, csak ugye megszületett Bálint, és akkor elég hamar rájöttem, hogy Bálint se olvasta, tehát ő se tartotta be ezeket a dolgokat, érte. És egy gondolatot mentettem el magamnak, és ez nekem nagyon erősen megmaradt, hogy ugye ők is emberek, tehát amiért kicsi a méretük, vagy nem tudnak annyi mindent, attól emberek is. És hogy az jó, hogyha ilyen egyenlő félként kezeljük őket. Nem azt jelenti, hogy ugye mindent elmondani 3 évesnek, amit egy felnőtt tud megnyomasztani, de hogy érezze azt, hogy ő is számít. Tehát nem az van, hogy felkapod, azt odébb teszed, hanem megbeszélt, hogy miért lenne jó odébb menni. És ugye ennek a túlzása az, amikor már nagyon belemész, meg amikor ráhagyod, de valahogy ezt az egyensúlyt, ha megtaláljuk, szerintem ez nagyon egészséges, hogy ők is érezzék, hogy számít az, amit csinálnak, meg fontos, meg te is fontos benne, tehát ne engedd el magad, szerintem ez is nagyon fontos, hogy találd meg magad, és ezt az egyensúlyt ugye belőni. Uh-huh. Az egyensúlyt nehezíti, én azt hiszem észre, hogy próbálod tudod jó fejlenni, meg hogy jó gyerekkora legyen, jobb legyen, mint az enyém, egyenlők vagyunk, de sajnos neki még nincs tapasztalata, én tudom, hogy ez most mire fut ki, én már tudom, mondom neki, hogy mit csinálni, és akkor ez egy kicsit kötélhúzás, hogy nem kicsit, szerintem ez nagyon. Minél jobb fej vagy vele, annál jobban nem úgy keresi a gyenge pontokat. Persze. 7-8 évesen érzem ezt, hogy így keresi a gyenge pontokat, és akkor ott azonnal bármilyen ellenmondás, paf. Hát próbálgatja a határa. De szerintem te is tudatosan, vagy lehet, hogy tudat alatt, de hogy ott van ez a húzavona, és ugye ahányan vagytok a családban, annyiféle kötél, meg minden, és meg kell találnod, hogy mi az a zen pont, és nem hiszem, hogy túl gyakran eléred, de van az, de hogyha erre törekszel, akkor szerintem jó az irány. Uh-huh. Ja, csak amikor olyan sem vitatkozol egy 8 évessel, amiről tudod, hogyha most 38 lenne, akkor ezzel nem is vitatkoznánk. Meg más lenne a... Igen, apa, ihatok sört. Tudod, ezek a... Hogy tudod, állandóan hülyéskedni próbál veled, amikor siettek valamit. Uh-huh. Ez a legnehezebb szerintem például. Hát mert ő mindig hülyéskedni próbál. Igen. Gyakorlatilag, csak amikor ráérsz, akkor meg belemész, ha megvizé, akkor vedd már fel a cipődet, meg vedd már Igen. fel. Igazából itt az a baj, hogy te vagy folyton késésben, nem? És ezért idegesít. Tehát, hogy nem a gyerek idegesítő, mert hülyéskedik, hanem te eleve ideges vagy, mert késésben vagy, nem? Jaj, ez nagyon fontos gondolat. Tényleg, ez ami nekem feltűnt, hogy... És ez az emberi kapcsolatokban is sokat mutat, hogy ugyanazért a gyerekre néha így tökre ki tudsz borulni, pedig ugyanazt csinálja, máskor meg csak legyintesz egyet, vagy épp hogy belemész. És sokszor, jó, hogyha az ember, nekem legalábbis egy jó, nem tudom, egy ilyen kapaszkodó volt rájönni arra, hogy sokszor ez bennem van az, hogy mondjuk ordítok egy dologra, mert hogy ez már sok, máskor meg elengedem, és hogy ez attól függ, hogy én milyen lelki állapotban vagyok, vagy pont ez, hogy akkor sietünk, vagy nem, vagy valami egyéb miatt mérgelődök, vagy nem tudom, fellépésedben, nem mindig van egy ilyen stressz, ugye, és épül fel, és ugyanazt csinálja,
És én meg néha, meg néha, ó, persze. És ugye ezt jó, hogyha az ember így tudatosítja, mert akkor könnyebb ez a kommunikáció is, meg könnyebben mondod azt, hogy figyelj, bocs. Szerintem ez fontos mondani, hogy bocs, mert amely felnőttek, hogy tökre elronthatjuk néha, úgy, ahogy ők is mondják, hogy bocs. De és tökre megértik. Ja, és de ezt tényleg értékelik, ha azt mondtad, hogy hibáztam, azt kis büszkék lesznek, hogy apa is tud hibázni, és attól te nem leszel kevesebb. Ez a jó benne, hogy nem kevesebb lesz. Igen. Ja, de ezt így tényleg ki kell tapasztalni. Nekem ugyanez. Hogy egy kis 8 éves előtt azt mondod, hogy rosszul mondtam. Hát igen, meg nekem ugyanez van, mint Petinél, hogy például, hogyha mondjuk ilyen tévéfelvétel van, vagy ilyen főleg ilyen önálló tévéfelvétel, akkor így már napokkal előtte érzem magamban. Tehát nem az, hogy úgy ideges vagy, de hogy úgy... Meg nem is tudatosul sokszor. Erre van hangolódva, hogy az idegrendszered, vagy nem tudom. És csomószor van az, hogy mit tudom én, így valami miatt így rászólok, és azt érzem, hogy most basszus, ha nem lenne holnap tévéfelvétel, akkor ezt észre se vettem volna, vagy nem tudom. És szóval... ezt meg tudod interpolálni, tehát rávetíteni a felnőtt kapcsolataidra is, mert lehet, hogy valaki esetleg úgy veszi fel a telefont, vagy izé, és hogy ez, ha belegondolsz ebbe, vagy nyitott vagy erre, hogy lehet, hogy nem miattam van, csak neki volt egy olyan napja, vagy izé, akkor könnyebb ezeket a konfliktusokat is kezelni. Igen. Szerintem. Hát, anyós egy pedagóg tanár, és megfigyelem, hogy megyünk mondjuk egy állatkertbe, és akkor gyerekek, ott áll feleségem, az unokája, meg gyerekek, gyertek ide, tudod? A másiket, ami szerintem a legnehezebb része szerintem, hogy akkor nyílik meg, amikor mindig ilyen, tudod, van az az egy perc, amíg a 40-re kell beérni, és 34 van, és még nem találsz parkolót, és akkor mondjál, hogy egyébként meg hogy az érdéséről beszél, meg a... Mert ő nem biztos, hogy neki tiszta, hogy mi az információ, ami mondjuk neked tényleg fontos, mint hogy az autókról, vagy mit rajzoltam, meg a dínó, és akkor bejön az a mi történt a Gáborkával, vagy a mi, vagy ki tetszik neki, és amire neked is így beindulnak a szenzorok, csak neki ugye egyformán érdekes mindegyik. Én azt hittem, hogy ez a téma inkább arról szól, hogy például ott van az AI, és hogyha a gyerek így nagyon el akarja mesélni, hogy húzgálták a Pistikének a tesket, de meg éppen késésben vagy, és leszarod, akkor mondhatod, hogy a gyereknek hogy mondd el az AI-nak, majd az meghallgatja, érted? Na, de pont ez a... Majd elmondjam az időről, amit gondolok, összefoglalva, aztán meg a másik... Az idő, és bármilyen filmet veszünk alapon, vagy bárhogy próbáld elképzelni, van benne valami ellentmondás. Tehát bármilyen szofisztikáltan összerakod, valahol lesz egy ellentmondás, és épp ezért tartom én kizártnak, most már akár emberről beszélünk, akár robotról, az egy test végül is, ami ide vagy oda megy az időbe, lehet belőle több ott, vagy nem. Tehát ilyen szempontból mindegy szerintem, hogy ember vagy robot, most, hogy hogyan érzékeli, tehát mi a programja, és neked ugye te hogy érzékeled, az mi van bele programozva, az más kérdés, de hogy szerintem azért, mert mindig van egy ellentmondás benne, ezért lehetetlen lesz az időutazás. Nem csak ezért lehetetlen az időutazás, hanem azért is, mert hogy nem elég időben visszautazni a múltban, hanem térben is arra a pontra kell kerülni, ahol... Tehát most, hogy... Na, ezen gondolkodtam én is, mert ugye a bolygó már nem lesz itt, vagy még nem érkezett tehát, meg. Tehát, hogyha most ezen a ponton visszamész 1712-ben, akkor így gyakorlatilag az űrbe leszel, mert a föld pontosan. Már nincs ott. Érted, szóval. Igen, igen, ezen gondolkodtam én is, hogy ez milyen kellemetlen, hogy megérkezett... Kész. Igen, két másodperc nyugszik. Viszont még megnézi a lottószámokat. Gondolom most így, hogy azt mondod, hogy visszamegyek, mondjuk az ókorba, és akkor az lesz, hogy mobiltelefonom lesz, és milyen... Ó, rengeteg gyönyörű regény, meg jó, tehát ezt a témával nagyon jól lehet matatni, meg tényleg olyan jó történetek vannak. És úgy fogok csajozni, hogy mobiltelefon. És igen, lehet, hogy nem csajoznál vele, hanem egyből... Hát, nem, egyből tűzre vetnének boszorkányságérbe. Kezdjük ott, hogy a mobilán mit csinálnál, hálózat nincs, tehát max, amíg ugye az egy feltöltése tart, készíteni egy fotókart. Figyelj, tudod mi az erő, amit... Egy ilyen ki Arthur király udvarában. Ez is egy időutazós, ugye visszament a jövőből a múltba, és a tudásod, ami megvan, az lehet egy hatalmas erő, hogy mondjuk, te mondtad az őskort, tudod, hogy kell tüzet csinálni, vagy van egy ilyen képességed, hogy tudod, hogy van autó, és akkor kerék, és akkor nem kell kitaláljad már, hanem hozzálátsz, és tehát ilyen szempontból lehetsz egy... Tényleg, ez például a bogáncsból lett a tépőzár. És hogy, ezt te gondolod, vagy nem, ezt nem, olvastad? Ezt olvastam, hogy a bogáncs nevű növény... Azt hittem a kutyába. Fogod a bogáncsot, ami ráragad a fára, igen. És tudod, így letéped, és ebből lett a tépőzár. Én akarok kitalálni. Az ötlet igen, jogos, hogy akkor ugye vannak ezek a kis mikro kampók, és akkor bele akarnak, azt
néha bosszantó, mert bogáncs, néha meg, de jó. Hogy... Ez viszont nem rossz ötlet, hogy mondjuk... Tépőfűző helyett tépőzel, mekkora invenció. Tudjuk, hogy például Edison mennyit fektetett abba, hogy feltalálja a villanykörtét, és akkor, hogy visszamenni, és sokkal hamarabb megcsinálni, és kimutatni, ezzel baszakott el 10 évig. Megelőzni magát, de magát szivatna. De te tudod, hogy most visszamennék, tényleg mondjuk egy Pitagorasszal beszélgetnénk, és akkor mondja neki, hogy árézetben egy célézet, és akkor így tudom, és? Ja? Visszamész 4 nappal korábbra, amikor még nem tudtam. Ott van tálész, a tálésznak. Nem tudod, amikor így állnak a táblánál, és így keresik a megoldást, te meg csak így besétálsz, odanész a krétával, így fölírod, és kimész. De szerintem most a gyerek és az MI kapcsolatban ez a ChatGPT nagyon sok szülőt megijeszte, de nagyon sok szülő azt mondta, hogy jaj, de jó, mostantól a gyerek helyett megírja a ChatGPT a fogalmazást, uh-huh. És ha belegondolsz, ez fajta, egyfajta ez egy új kihívás a tanároknak, hogy eddig volt a puskázás, meg anya otthon megírja neked a házit, meg stb. Most megvan az, hogy beadsz egy és az arra rájönni, hogy a túl jó fogalmazások, hogy azt most egy robot írta, vagy félig robot írta. Hát figyelj, egyik oldalról, csak ha visszalépünk egyet egy lépést, akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye folyamatosan meg kell újulni. Úgy a tanároknak, úgy, mint a szülőknek, a mobiltelefon is egy ilyen volt, így a puskázásra használták, meg a fülbe az izé, meg ilyenek. Ez a ChatGPT egy újabb lépés. És ez arra sarka, hogy nem elég elvégezni az egyetemet, vagy valami, hanem folyamatosan kell fejlődni, meg ott lenni ezen. Ami utána már fárasztó, ugye? Én 41 vagyok, hát én még így tartom a lépést, de ki tudja meddig. Mert ott van, hogy ez most a ChatGPT, tehát konkrétan ez a probléma. Ugye ezért is érdekes, mert sokan úgy élik meg, hogy Jézusom, mi van, mások meg hú, micsoda lehetőség, és szerintem pont erről van szó, hogy megtalálni azt a közös utat, ami jó tud lenni. Tehát egyik oldalról például tekintsünk rá nem úgy, mint egy puskázási lehetőség tanár oldalon, hanem mint egy eszköz. Hogy ez itt lesz az életünkbe. Tehát meg lehet tiltani egy pár évig, de hamarosan ezt a munkába elvárják már, hogy tudjad használni ezeket az eszközöket. Akár képgenerálás, akár szöveg, akár zene, mindent lehet majd vele, minden kreatív feladat tudni fog. És akkor az lesz az elvárás, hogy tudjad úgy kérni a gépet, hogy a megfelelő eredményt adja. Tehát ezt inkább tanítani kéne, és elfogadni akkor, hogy ez egy eszköz, ezt az ember használja. Igen. De amúgy tök érdekes ez, és majd kíváncsi is vagyok, hogy a te gyerekeid hogyan viszonyulnak a kütyükhöz. De hogy tegnap lontalanítottunk a házban, és találtam egy dobozt, ami tele volt CD-kkel. És így odavittem a gyerekeknek, hogy nézzétek, régen ilyen volt egy album, hogy így ki lehetett nyitni, ki lehetett a borítóját, voltak benne képek, itt a CD, ezen voltak a zenék, meg nem tudom. Mert mostanában, hogy megjelenik egy zene, az fölkerül Spotify-ra, és nem, nincs fizikai formája egy zenének, és hogy így mennyire átcsúsztunk be, hogy minden digitális lett, és például a ti gyerekeitek az mennyire nálunk használják ezeket. Nálunk például a pénzt se igazán ismerik, hogy nem nagyon találkoznak vele. Hát én sem, hogy... Nem... Ennek megvannak a kultúrák. Tehát mi már ugye kártyával fizetünk, sokszor neten vásárolunk, tehát még csak az átadás átvétel sincs meg, hogy mondjuk a telefont vagy a kártyát oda érintem. És akkor nekik ez, nem azt tudják, hogy van ez a dolog, meg így elhangzik, de nekik a pénz már nem konkrétan a fémpénz vagy a papírpénz, hanem valami egy ilyen elvont fogalom. Amúgy is elvont fogalom, amiről ugye kézzel fogható, de hogy ez még inkább. És most például kaptak persejt névnapjukra. Mindig egy pitty! És most csolc, és egy pikk! Terminál. Okos persej. De most zörög benne a pénz, és akkor ugye még nem evidens nekik, hogy apa, nekem már 8 pénzem van. De hogy az nem mindegy, mert a különböző értékek azért más is már. Nem tőlünk kapta, mert én még korainak tartanám ezt, de így, hát a rokonoktól. De mennyi, idősek ők most? Lilla, ő 4 éves, és Bálint meg mindjárt 7. Hát nem olyan korai szerintem. Mi most azt csináljuk például, hogy a sörös doboz, az a fél literes sörös doboz, ha megtelik 200-asokkal, az ilyen 40 ezer forint körülbelül. Aha. És abba gyűjtjük a 200-asokat, és ők is, hogyha nem tudom, néha van egy kis pénzük, és akkor vesznek, és kapnak vissza 200-as, bedobjuk, és akkor azt szoktuk csinálni, hogyha megtelik, akkor mindig így a Lego katalógusból kiválasztunk egy Legót, azt megvesszük belőle, max kipótolom egy kicsivel, vagy valami, és akkor azt úgy együtt összerakjuk. És akkor ez így... Jó, tehát akkor sem ők használjátok a készpénzt, másképp nálunk nem igazán gyűlne összesen. Hát valamennyire, én sem, de valamennyire használjuk az érményt.
És ez így tök jó, mert már így, ha látnak valami új legót valahol, vagy nem tudom, és akkor legközelebb erre gyűjtsünk, vagy valami. És kapnak ők már zseppénzt? Náltuk van ilyen, hogy nem. Az mikor lenne jó elindítani szerinted? Nálunk 8 évesen van ilyen, hogyha minden nap beágyaz, meg akkor elpakol nappalit, akkor kap egy 1000-est. Ha elvégzi a feladatait, tehát napi 1000... Azért nagyon nehéz rávenni a gyereket, hogy akkor jó, akkor már még van 5 perc, akkor ne Harry Pottert néz, hanem pakolj. Aha. Ez egy ilyen motiváció. És elfogadja, hogyha nem teljesítette a feladatot, akkor nincs pénz. Nem. Nem. Ezzel még dolgozunk. Nem, de egyébként, ha már pénz, meg MI, érdekes ez, hogy tele voltam a bankban, és kérdeztem a ügyintéző, hogy lehet az, hogy a bankok évek óta azon küzdenek, hogy a fiókban minél kevesebb ember legyen, tehát most már így gyakorlatilag online elintézhetsz mindent, már Zoom-on tudsz beszélni az ügyintéző, de tehát mindent elkövetnek azért, hogy ne gyere be. És minden fiók tele van. Ezt a kérdés fel, és mondtani, hogy hú, tényleg, most sem mondod, hogy ez egy ilyen nagyon nagy ilyen... Hát ott van a kulcs szó, küzdenek. Tehát nem jön össze nekik, csak szeretnék. És nekem volt egy ilyen teóriám, én ezt egy ilyen poénnak szántam a nőnek, hogy nem az van, hogy bejövök azért, mert hogy egy kicsit én nosztalgiázom, hogy amikor 2 éve voltam itt, akkor még volt pénzem. Meg átémet, hogy megsimogattam, hogy egyszer kivettem ebből 100 000 forint. Bennem a motiváció, amiért én embert keresek, mondjuk banki ügy van, vagy bármi olyan, ami hogyha nem a rendes ügymenetnek megfelelően, tehát utalni tudok, de hogyha valami olyan van, ami mondjuk így nem megszokott, akkor azért bemegyek a bankba, mert mégis akarok egy emberrel beszélni, akit, hogyha kérdezek, visszakérdez, igen, és ilyen már történt, meg megoldjuk, tehát hogy... Ja. Azt mondta az ügyintéző Csajci, hogy azért jönnek be nagyon sokan a bankba, mert miközben nem az van, hogy bocs, nincs hitel, hanem hogy szemedbe akar nézni, hogy igen, és miért nincs hitel? Tehát így, van akit lebaszni. Igen, de ez az, ami egyébként az MI nem fog soha, de amíg van ember ezen a bolygón, ezt nem tudod egy MI-vel helyettesíteni. És egyik szeretném, bocsánat, hogy beléd folytam a szót, de itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ahogy a gyerektől nem árt bocsánatot kérni, a ChatGPT-től sem árt bocsánatot kérni. Bosszúálló? Én mindig azt szoktam, ugye én is kipróbáltam, nem tudom, stand-up írásra, és akkor kértem tőle viccet, és kérdezte, hogy jó lett, mondom, hát nem az igazi. Aztán írt még egyet, az is szar volt, de már nem akartam megbántani, mert hogyha így, tudod, majd öntudatra ébred, akkor hát emlékszik, hogy... Képzeld el, én is szobási kértem tőle sokat, mert én így az estbe beépítettem ezt, az ott ponton fel is olvasok egy párat, amit írt. És vannak ugye gagyik, vannak, nem értem, egyszerűen felolvasom, és nem tudom, hogy miről szól, és van olyan, ami viszont jó, tehát van szórása azért. Van olyan ChatGPT, ami működik. Igen, na például ez nekem eléggé tetszett, figyelj, most nem azt mondom, hogy fő fog robbanni a ház tőle, vagy ilyenek, de azt kérdi, hogy mi a hasonlóság a hűtő és a Facebook között. Hogy mindkettőnél fontos, hogy rendszeresen frissen a tartalom. Aha. És ez szerintem nem egy rossz, egy jó gondolat, jó amit gondolat, akár színpaddal is vihetsz, ha tovább gondolsz, vagy tehát jól megfogta a lényegét. És akkor ezt is ugye felolvasom, nem akarom azt lássa a közönség, hogy csak butákat mond, de hogy egy ilyen kis csokora valót így felolvasok, hogy akkor ezeket így gyártja. Meg hazudik, nagyon hazudik, tehát ha rákerestetek magatokra, vagy rákérdeztetek, akkor annyira... És ahányszor kérdezed, annyiszor, tehát nekem már mesélte azt, hogy mit tudom én, a Budapest Bárnak az alapító tagja vagyok, és anyukám színész, apukám, és megkérdezte, hogy figyelj, ez nem jó, jaj, bocsánat, elnézést, akkor újra, és ugyanúgy kamu, született 66-ban, aha, József Attila színházban, szinkron, tehát mindent dobál, és az a durva, hogy nem jelzi. Na például ez nekem egy nagy hiányosság, nem jelzi, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy így van. Aha. Hogy ez nem egy kreatív, hogy ez egy kreatív szöveg, ami eszembe jutott, mert az hasznos lenne, ha azért tudnád, hogy ezt csak úgy odaírta. Uh-huh. De úgy hazudik, hogy mint ahogy azelőtt azt mondta a fizikai kérdésre, ami tökre megállja a helyét, és oké, és ugyanúgy folytatja, hogy ezt lehetne jelezni, hogy mikor él a gyanúperrel, hogy ez nem biztos. És ti mennyire veszitek észre a gyerekeken például azt, hogy ha ezek az eszközök eltűnnének hirtelen az életünkből, akkor mennyire lennének életképesek? Mert én ezzel egy kicsit így a saját gyerekeimmel kapcsolatban, hát... Azért szerintem bajba lennének, ha áramszünet lenne. Tehát, hogy... Mert mennyire függnek a digitális dolgoktól? Tévéznek, hát, mobiloznak, vagy hogy? Nem mobilozhatnak, meg tévét is, Xboxot is korlátozzuk, tehát van Xboxunk, de együtt játszunk vele, így mit tudom én, heti 3-szor 1 órát. Uh-huh.
meg hát együtt is filmezünk, meg nem tudom, de hogy így például, ha végignéznek egy filmet, és utána át akarnak ülni az Xboxhoz, akkor mondtuk, hogy nem. Tehát, hogy ma már megnéztetek egy filmet, a mai kütyüzési időt azt előttétek. Még egy alternatív, nem? Hogy akkor ahelyett mondjuk... Igen, na ez például igen, egy hasznos lehet gyerekeknél, hogy erre jöttem rá, de biztos más is. Hogy nem azt mondani, hogy nem ez, hanem az igen. Tehát, hogyha irányítod a figyelmét, mert ez olyan, mint hogy egy percig ne gondoljál a zebrára. És egyből a zebrára. Tehát, hogy, de ha meg azt mondod, hogy figyelj, az de érdekes, akkor könnyebben el tudja hagyni, mint hogy figyelj, most nem. De apa, szeretném, nem. Inkább ez. És akkor az de nem is erre gondolok, hanem hogy a kreativitásán észreveszitek-e, hogy például egy csomó dolgot ugye levesz a vállunkról a technológia, uh-huh. és ők már ebben nőttek bele. Mint mi, még ugye az analóg korban születtünk, és felnőtt korunkban lett digitális világ, de ők viszont már a digitális világban születtek, és egy csomó mindent, amit még mondjuk nekünk annak idején, ezt nem pozitívumként mondom, hogy nem mondom, hogy az jobb volt, hogy nekünk mondjuk, de máshogy kellett problémákhoz viszonyulnunk, meg máshogy kellett megoldanunk dolgokat. Még... Szerintem ez nem fehér-fekete amúgy, nem? Tehát egyik oldalról bele kell vezetni őket a technológiai dologba, mert másképp lemaradnak, persze. és ez egy olyan, ami körülvesz, igen, és tényleg igen, nagyon igen. fontos lesz. Másik oldalról ugye megszabni a határt, amit aztán ugye maguktól kell majd maguknak megszabjanak, hogyha annyi idősek. Nálunk például én nem érezném, hogyha minden elektromosság eltűnne, most figyelj, nem arra, hogy fáznának meg ilyenek, mert oké, persze, az mindenkit érint, de hogy nem lenne mondjuk tablet, meg okostelefon, meg rajzfilmek, akkor nem érinteni őket annyira. Tehát, hogy valamennyire ugye nálunk néznek videókat, meg valami tetszik nekik, meg sorozat, meg izé, de mondjuk mobilt nem igazán adunk nekik a kezükbe, tehát, hogy a játékot például nem is igazán ismerik, mert egyszer kibont egy ilyen játékhoz tartozott valami kis QR kód, és leolvast, és akkor 3D-be ugye megelevenedett, és láttuk a szemükbe, hogy wow, tehát annyira rácuppantak, hogy azt éreztük, hogy nem, ezt nem lehet szabad, hagyni. Nem ezt, szabad a kezükbe adni, igen. Hogy ez nagyon. És akkor például tök szívesen rajzolnak, meg játszanak együtt. Tehát nagyon nagy részét az idejüknek kitölti ezt, hogy együtt elvannak, vagy ugye könyvet lapoznak, tehát magukba is jól, főleg ugye Bálindát, ő nagyobb is, hogy nem érezném azt, hogy ez nagy érvágás lenne. Uh-huh. Nem. Tabletet mondjuk nyomkodnak, ha odaadom, de hát persze meg kérik már maguktól is, de hogy ellennének szerintem. Autóban. Na, az autó az nehezebb lenne, mert akkor ugye nem szól nekik akár a hangos könyv, akár a rajzfilm a tableten, akkor ugye elégedetlenebbek lennének. De egy szülőként annyira érzem a különbséget, hogy mondjuk vasárnap egész nap bicikliztünk, meg bujocskáztunk, bunkiztunk, memóriakártyáztunk, sakkoztunk, legóztunk. És ezt mind az Xboxon. Ez érzem a különbség, hogy este 8-kor, vagy 9-kor végre alszolnak, ez a nagyon most akkor lesz magam 5 perc. Ja nem lesz, mert egy órán keresztül fogom pakolni az összes tuccot. És akkor 10 óra, na, akkor merézzek egy filmet. Jön a feleségem, most már 10 óra van, aludjunk. Oké. Okay. És akkor egy jó kis vasárnap volt. És te nem mondhatod azt, hogy figyelj, még nem szeretnék aludni. Nem, mondom azt, aztán 10:30-kor menjünk. Mondd azt, vagy megengedj. Figyelj, azt kipróbáltátok, hogy egyik lefekszik, a másik még fönt van kicsit. Ez hát igen, de akkor meg a hangos a másik, például én. Ne verekedjél már nyestekkel, Edu. Valami csendes dolgok. De egyébként én azt prognosztizálom, és te, mint MI szakértő, kérlek szépen. Véleményezd a prognózisomat, hogy szerintem mindenféleképpen a mesterség intelligencia 10-20 éven belül, akár 5-en belül ott lesz nekünk segítségként. Hát úgy képzelem, mint egy termosztátot a konyhában. Már most ott van. Ja, igen, csak nem, tehát úgy lesz, hogy ott fogok állni majd a konyhában, és mit csináljak? 7 óra 50 perc van, Eni még jogán van, a gyerek még nem ette meg a spagettijét, de le kéne fürdetnem, de közben Donát még le akar jönni, mit csináljak? És így... De addigra Donát már 30 éves lesz. Tudom, de... Akkor is te fogod fürdetni, bazd igen, meg, akkor... Igen, de oké, de szeretnyes... Oda kevés lesz az Emi. Eni. Emi. Azt mondom, Emi. Nem, csak hogy oké, most egy 30 év, vagy 5 év múlva másik apukára beszélek, és akkor az lesz, hogy mindig megmondják neked az Emi, hogy most Zoli, azt kell csinálni, papa, tényleg, köszi, Emi, és megcsinálod. És akkor nem az lesz, mit tudom én, hogy 20 év múlva, amikor a gyereked elbolag, és azt mondja, hogy apa, te voltál a hőse, a legjobb apuka voltál, meg az Emi. Hogy úgy fellevelni a gyereket, hogy Emi nélkül szerintem, ez az Emi legnagyobb kihívás, az Emi szempontjából, aha. hogy szerintem sokan azért nem fogják használni, rá fognak jönni szerintem, hogy ez úgy, a gyerek szempontjából az nem jó, hogyha a gyerek azt gondolja, hogy te úgy hozom meg döntéseket,
hogy az EMI miatt. Aha. Erre mi a miatt, Péter? Hát én azt mondom, hogy ez a szó, a stúdió. Nagyon sok véleményem van, meg annyit szerintem nem is tűnt fel neked, de annyi kérdést így kinyitottál, hogy mi. De csak, hogy a lényegre rámenve, a mesterséges intelligencia is akár ott van a lakásodban, akár a telefonodon, ugye már most is meg tud ezeket a dolgokat kérdezni, valószínűleg fejlettebb lesz, többet tud, majd jobban megismert, tehát tényleg ilyen asszisztens lett, személyes asszisztens, és tudja, hogy te Edu vagy, megismer, és akkor olyan dolgokat tud mondani, tudja, mekkorák a gyerekeid, tehát ilyenek szempontból mondjuk könnyebb lesz, meg kezelhetőbb. De ez picit olyan, mint hogy most is, hogyha nem tudsz valamit, fölmész, az blogokat elolvasol, vagy videókat megnézel, tehát információt gyűjtesz, de a döntés az csak a te kezedben van. Tehát ő is felsorolhat neked bármennyit, ugye? Ez gyakorlatilag ő is blogokból szedi, vagy innen-onnan az információt, összekombinál, meg szintetizálja, de a lényeg, hogy valahonnan jön. És ez most a blogokból, a robottól, a szüleidtől jön, vagy a tapasztalataidból döntést kell hoznod, hogy akkor most ez legyen, vagy az. Tehát a végén csak te vagy ott. Ami, vagy egy barátodat hív, vagy Gergőt fölhívod, vagy engem, figyelj, mit csinálunk. Tehát... És én megkérdezem az EMI-től. Hogy ne tudja az EMI két gyerek. Jó, de ez a fejlődés miatt mondom, hogy oké, most összeólózom a blogokból, meg mindenhonnan, netről, Szobácsi Gergőt felhívom, stb. De hogy ahogy fejlődik az EMI, ez egyre beteplem, hogy ez a helyzet, és paf. Igen, és de már nem is kell kérdezni, látja, hogy Edu, érted, már megint nyáladzik. Igen, mert hogy, igen, szól. Igen. Csak Edu, a konnektorban nyúlkál a gyerek. Edu. Ezt már 28 éves a gyerek. Nem, ez a munkája, azt csináljon. Villanyszerelő. Régen, tudod, a Jászlényszerelőre úgy mentem el, hogy autós. Én még 16-ban, még amikor felépünk Szegedre, még úgy mentem Szegedre, hogy az autós térképen meg... Jó, de az attól még GPS volt, hogy te azt használtad. Igen, de még én is használok már GPS. Ez a fontos, nem? Hogy amiért ott a technológia nem biztos, hogy mindenki ehhez eljut, tehát apukámnak még nincs okos telefonja, pedig azt mondanánk, hogy mindenkinek az van. Tehát ez, hogy ez a penetráció tényleg ott lesz mindenkinek a lakásban, vagy nem. Ezt dönthetsz úgy, hogy figyelj, nem kell, meg vagy nélküle. Másik oldalról meg mindenképp a te döntésed, hogy hol húzod meg a vonalat, nem? Igen. Szerintem is, és ebben biztos vagyok, ebben igaza van Petinek, hogy szerintem maga a fejlesztők sem fogják a döntést kivenni a kezedből, pont azért, hogy hülye biztos legyen egyrészt, mert hát érted ugyanezt, hogy azt mondta az EMI, hogy fürdés után rakjam be a mikróba a gyereket, érted? Szóval, hogy nem tudom. Jó, csak amikor már fejlődik, akkor már nem fogja ezt mondani. Nem, mindig oda lesz írva szerintem, amikor megveszed, tudod, a 78 oldal kis betűs rész, hogy ez a te fel... Mind amikor veszel egy okos autót, egy önvezető autót, oda van írva, hogy figyelj, mi ezt leprogramoztuk, meg próbált ki, de amúgy meg a te felelőssége. De most a gyereknevelés az EMI segítségével, mert én azt látom a 8 évesemnél, hogy egyre jobban ismer. Tehát most már egyre több ilyen ellenmondáson rajta kap. Múltkor azt mondtad, hogy meg tudja, hogy mit fogok reagálni, tudja, hogy most rosszabb a kedvem. De ugye akkor rácsalálkozik arra, hogy jön ki a suliból, és látja rajtam, hogy mondtam neki, hogy valami történt. Honnan tudod, apa? Tehát így, ahogy egy jobban ismer a gyereket, annyinál közelebb vagytok. És az EMI szerintem ez lesz a fejlődés, hogy az EMI, ami lesz a kamasz gyereket, és te úgy beszélsz hozzá, hogy figyelj, most merre tudok kempelni, felekszeltél a klássodnak? Akkor majd ő azt fogja mondani neked, hogy ne csináld ezt, Edu, ne beszélj így a kamasz gyerekkel. És már nem is ilyen hangon, csak így, hogy Edu. Nem ez a robot hang lesz, hogy... Érted, hogy nem az lesz, hogy ez, hanem hogy lesz egy ilyen barátod, aki mindent tud rólad. És ez olyan félelmetes nekem, vagy nem tudom, olyan. De ezt is meghúzhatod a vonalat szerintem, hogy mennyit enged, mint egy ilyen állítóval, hogy sok mindent tudjuk, keveset, vagy izé. Most vannak például ilyen okos asszisztensek már, nem tudom, lehet-e márkát mondani itt, vagy nem, de például a Siri, és akkor meg tudod, be tudod te állítani, hogy akarod, hogy fölismerje a hangodat, hogy te mondod neki, és akkor zenét indítasz például, akkor a te zenéidet közül válasszon, vagy nem akarod ezt, és akkor bárki a családból szól neki, akkor indít tetszüleges zenét. Tehát tudsz beállítani szinteket szerintem, és az a jövőben is így lesz, hisz mi emberek, én azt gondolom, hogy erre vágyunk, hogy érezzük a kontrollt, nem? Tehát az eszköz, az egy segítség legyen, és eszköz maradjon, ne vegye át az irányítást. Persze nagyon jó szcifikát lehet ebből írni, hogy ugye megbolondul, vagy csak épp az, hogy okosabb lesz, rájön arra, hogy mi ja, semmik vagyunk, meg fölöslegesek, meg neki egy feladata van, és mi csak útba vagyunk. Tehát ezeken lehet így gondolkozni, és szerintem van is értelme, mert ők izgalmas dolgok, és pont ez fontos ahhoz, hogy előre lássuk valamennyire, hogy mit kell csináljunk, hogy ne jussunk el oda. De hogy a gyártók mindig tudni fogják szerintem, hogy az embernek ez az érzés, hogy én döntök, én vagyok az irányító, az ott kell legyen. Igen, meg ez igaz, hogy rajtad múlik, hogy mennyit engedsz át ezeknek az eszközöknek
Mert ott van például apósom, megint, hogy ő az egész, igen, az egész házát így automatizált, tehát minden szobában van neki ez a Google kis kerek lófasz, nem tudom mi, és akkor ő például így fekszik a fotelbe, azt parancsolgat, tudod, hogy villany föl, meg zene be, meg nem tudom, és mi is kaptunk tőle egy ilyen üzét, de nem használjuk, mert nekem egyszerűbb oda nyúlni és fölkapcsolni a villanyt, mint hozzászólni, hogy kapcsolod már fel a villanyt, Google, érted? És így... De személyiségfejlesztő lehet az, hogy a villany kapcsolnak magyarázó, és nem a feleségednek. Hozzál már valamit! Te meg kapcsolódjál már fel! Kapcsolod a villanyt! A gyerekkoromban nálunk is volt ilyen a szüleimnek, csak mi voltunk azok. Peti, kapcsolod el a villanyt! Jó van, dík! Rakjál már be zenét! Az előbb, amit Peti mondott, hogy ez egy eszköz, amit használni kell, és tudni kell, hol a határ, ez egy nagyon hurrá optimista megközelítés szerintem. Egyébként így legyen, csak ha beadod, van például a Facebook. Ó, tudom ezt nagyon pessimistán látni, figyelj, ilyen több millió ember az a történet napjai nagy részét, hogy kommentel. Hát ehhez képest, meg hogyha lesz egy ilyen, aki megmondja nekem, hogy mit kell csinálni, ott lesz a fületben, és megmondja, hogy hogyan randiz, ezt az emberek tudják majd értelmesen használni. Hát főleg, hogyha egy olyan csaj ül szemben, akinek szintén a fülén van az emi, érted, és akkor... Nagyon jó, tényleg. Lehet, hogy nem, de mennyi mém keletkezik ebből, és gyakorlatilag azon múlik a ti randitok, hogy a két emi mennyire van köztük kémia. Ez amikor volt olyan sakkmeccs, hogy Topalov játszott Kramnyikkal, és hozta a Topalov a guruját, a sámányát. Aki delejezte volt az ellenfelet. És lehet, hogy amúgy Kasparov volt, vagy lehet, hogy Spassky, valamelyik a négy közül. És akkor a meccs közben delejezte az ellenfelet. Az írtó bosszantó lehet, érted? Koncentrálok a fehérekre, azt hagyj már abban! És képzeld el, hogy hozott egy másik, az ellenfél, azt hiszem a Karpov, hozott egy másik gurút, és a két gurú egymást delejezte. És nem lehet, hogy egy másik terembe, hogy ezek kacsakozzanak már. Egy ilyen ólomkalitkel. Neked nem valószínűleg ez lesz. Hogy azt mondta az emi, hogy szerintem hozzám van. Sakkban már nem állnak ki az emberek a gép ellen, mert egyszerűen ennek már vége, tehát ez le van játszva. Pedig ott még az ilyen gép kontra ember, az volt az ilyen jó hír, hogy akármilyen jó is a gép, beletáplálsz több milliárd lépést, az emberi kreativitást, ezt a fajta hozzáfállást, ezt nem tudja überelni, és sajnos tudja. Ez ki volt így találva szépen, meg így, hogy az emberek milyen csodálatosak, ilyen szemben nem. Kikaptunk, ennyi hát van. Figyelj, kétféle... Marad a bankfiók, bemegyünk szomorkodni a bank. Egy érdekes példa, most nem biztos, hogy konkrétan jól mondom a számokat, de a lényeg az, hogy ugye volt az egyik hozzáállás a sakkozó robothoz, hogy megmutatták neki azt a rengeteg sakkjátszmát, ami előtte volt, amit emberek játszottak, és ő ebből levont a következtetéseit, és talán ez volt ez a Deep Blue, azt hiszem, akinek sikerült Kasparovot megverni. És akkor ez volt az egyik irány, és utána volt a másik irány, az egy másik technológia picit, az azt csinálta, hogy nem tudott más játszmákról, csak maga ellen kezdett játszani. A szabályok tiszták voltak, a lóval így lehet lépni, a paraszttal így, egyszer a fehér, egyszer a fekete, és maga ellen játszott. És beindítják ezt a gépet, és ilyen minimális idő alatt, tehát nem tudom, 4 óra alatt olyan szintre fejlődött, hogy a másikat megalázta. Tehát, hogy így mindent 1000-ből 1000-et megnyert. Uh-huh. Hogy önmaga olyan szintre tudta, persze nagyon erős gép kell ehhez, ugye hát rengeteg meccsekre játszott, de hogy olyan szintre fejlődött, hogy hiába volt az emberi tudás, amit mi ugye évszázadokon keresztül lesakkoztunk, és hú, milyen brilliáns mozdulat, ő azt így magának összehozta. Uh-huh. És a sakk amúgy egy nagyon egyszerű ilyen szempontból feladat, mert ugye ott megvannak, hogy hiába rengeteg féle lépés van, azért nem tudsz a lóval lelépni a pályára, azt visszajössz hátulról, tehát nincsenek ilyenek. Igen. Már egy nagyobb lépés, ugye... Vagy átrendezni a táblát, amíg a tesót kimegy WC-re. Igen, még visszatérve gyorsan a szakításra, meg a randikra, amikor így randizunk majd, hogy emivel, hogy majd lesznek a szakító szövegek, hogy az emim szerint... Jösszünk. Emészet, meg nem. És akkor mit csinálsz, hogyha már ez egy nem meccsel, vagy a versenyen tesztem, amit írtál nekem, de az emim azt mondta, hogy az... De az az érdekes, hogy ez egy összetett kérdés, ugyanakkor viszont tök egyszerű. Ugyanúgy szomorú leszel, mint hogyha csak igen. Ez a varnának a láthásban, nem? Ez amikor próbáltál jobb lenni a lánynak az anyukájával, aki tetszett. Sehába volt a nem próbáltam. Én mindig. Akkor az a konklúzió, hogy mi a jövőben csak gazdatestek leszünk, akik a fülünkbe hordozunk az emit, és akkor így... Igen, de közben Edu, meg... ez a... Nézd meg az anyját, vedd el az anyját.
De nekem egy csomó szó volt az, hogy az anyuka mondta, jaj, milyen szép versét a lányomnak, de hát nem voltunk. Nem jaj, eddig. Te szövetségest kerestél. Igen. Hogy előbb az anyukája azt látja, milyen rendes vagy, mert a lányok nem biztos, hogy rendesre mentek. Pontosan. Anyuka, van. Az öcsikével jóba lenni. Igen, igen, és akkor... Edu hátulról jött. Edu csapat, Team Edu. Oldalról is. Apukákat elengedtem, apukákat nem akartam jó lenni. Mire a csaj megismerte, mert az egész családa jóba volt. Egyébként volt olyan. És amikor a villát el kellett hagyni, akkor Edu maradt. Egyébként volt olyan, hogy egy lány, aki már szavazott velem, úgy ment az, hogy már ott ebédeltem náluk. Hiszen, de ilyen szempontból a pont úgy, mint a mobillal is, hogy jó, hogy ott van a mobil, meg sok időnket leköti, de ugyanúgy ott vagyunk mi emberekben, nem a nyomorúságunkkal, meg a sikereinkkel, meg az örömeinkkel. Szerintem ebben is így lesz. Persze mondom, vannak ezek a sötét forgatókönyvek, hogy mi lesz, hogy átveszik az irányítást, meg simán lehet az is, de hát nem a mi időnkben, én azt gondolom. Hát figyelj, például az, hogy mindenket nem ugyanabban a pólóba jöttünk, vendégésen. Szólhatott házig, volna, igen, az Emink lebeszélhette volna. Igen. És azt láttam, hogy te is, csak neked nem csíkosan van a fekete a fehérre, hanem egy egyéb mintában. Igen, rendeződött. Nekem szólt az Emi, hogy most fekete-fehér lesz a dress code. De tök jó ez. Hú, de egyébként van ez, hogy a forgatókönyv, a pessimist forgatókönyv, hogy mondok egy példát, mentem a kocsival, és van az, amikor úgy van zöld, hogy a zebrán is zöld. Hát a gyalogosok. Jaj, azt mennyire gyűlölöm. Miért nem villoghat a zöld, hogy jelezze már neked, hogy a gyalogosoknak is. Tehát megindulnak, ott álltam, de mentek a gyalogosok, és mögött egy fiszkó rándudált. És így néztem, hogy már ki van a feje, és mondtam neki, hogy most mit csinálják így, üssem el őket? Ja. Szia, nem, elég, ha rájuk ijesztesz. Az a kellemetlen, hogy dudálni nem lehet vissza. Tehát érted, rád dudálnak, akkor te dudálsz az előtted levő érzéket. Tényleg, megkorontad a... Én visszavillogok most már. Hátsó duda, bassz. Hátsó duda, vagy emojik. A hátsó ablakra kivetíteni. Az gyilkosságokhoz vezetne szerintem. Az valószínűleg igen, felgyetért. De gondolod el, hogy van egyen Petivel van egy nagy kedvenc, a Terminator 2, tudod, amikor egyszer... Az nekem is. Igen, egyszer beszéltük ezt, hogy mik a legjobb folytatások, és a Terminator 2 az egyik legjobb folytatás, amit valahogy készítettek. És hogy ott van ez a félelmetes, hogy a T-1000-es, hogy ilyen higany, folyékony fém, és akkor, hogy a padlóból lesz, meg hogy beléd jön, és akkor ez, hogy ehhez képest egy ilyen fickó, aki 1400 kiló felett diszponál, egy vasat vezet, ügyesz rájuk, hogy, és még 10-ből 3 ilyen, az már van, gyerekek, sokkal ijesztőbb, hogy a gépek és mi. Hogy ugye embereknek adunk jogosítványt. Hogy... Mindenképp érdekes ez az autós kommunikáció, hogy annyira kétbites, ugye nem sok lehetőséged. Van a duda, van a fény, villogás, fény villogás, és ebben kell mindent ja, lebeszélni. Van ez, tehát a... közelebb mész, tudod, ilyen... Igen, de azt nem biztos, hogy észreveszi a másik. Tehát, hogyha ha mögötte, akkor jöhette meg, érted, hát el vagy a dolgaiddal. De már ez van. De a gépek már veszélyesek ebből a szempontból, hogy tényleg 1400 kilóról beszélünk. Minden szempontból veszélyesek a gépek. Tehát, hogyha nem úgy kezeled őket, akkor... És nem tetszik, hogy jó nyest, hogy belemászik a kocsiba, és meglátsák. Hát programozza. Nekem beleköltözött, van az a padlólemez, ami a motor alatt van, vagy ezt nem tudom, padlólemeznek hívják el. De mindegy, van egy ilyen lemez, ami a motor alatt van, hogy ne fröccsenjen fel a sár, meg nem tudom. És azt leszerelték múltkor, és ott volt a fészke, meg volt benne a körtecsutka, meg nem tudom, szóval, hogy ott úgy belakom. Cigicsike. Üres sörös dobozok. Playboy magazin. Yes. Boy. Konzol. De tudtad azt, pizzás doboz. De tudtad azt, hogy a nyest, csak egy bizonyos típusú autókat rákcsál. Hát, például szereti a Nissant, a Mazdát, de nem szereti a Renault. Meg a háztetőket szereti, kettőbe költözött hozzánk. Egy még zajos, de amikor kettő balhézik, hogy én voltam itt hamarabb, azok, ezek a nyestek. Akkor inkább rágja el a fékvezetéket. Hát elég volt a bolygó, a nyesteké volt. Hát, Peternek már egy nagyon szép poénja, hogy a Deák téren, hogy mi volt, és egy dinoszaurusz volt ott. Most... Hát figyelj, mindent. Mi emberek, mi mindent elveszünk a természettől, ez nem kérdés, nem? Nyest rákcsál, csak engem nem érdekel, figyelj, rákcsál szét a oxigénszenzor kábelt. Nyugodtan, úgy hívják oxigénszenzor. Ez akkor egy gyönyörű végszó szerintem, hogy ne hagyjuk a gépeknek, hogy átvegyék a hatalmat, az összes gépet adjuk neki a nyesteknek. Meg a többi állatnak. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nem biztos, hogy egyetértek a végszóval, jó? Tehát azt azért itt hozzátenném. Illetve súlykolásképpen majd kiírjuk a számlaszámot, illetve a videó alatt a leírásban minden információt erről a kezdeményezésről. Köszönjük Péternek, hogy itt volt. Ebben és a csinos felsorolásban. Meghívottak is utalhatnak? Bárki utalhat. Jó, mert nem látom még a számlaszámot. És akkor lehet, az hogy... Ja, meg akarod nyerni a pólót.
Nekem úgy van Soder klubos pólom, hogy minden Soder klub forgatás előtt van a Kuksi, a bemelegítő ember, aki pólókat dobál be a közönségbe, és én azt mindig kértem, sose kaptam, mert hogy minden felvételre hármat visznek. És úgy van Soder klubos pólom, hogy apám elkapta a közönségbe a Soder klubos pólom. Kérdj egy olyan adás, hogy bedobjuk Kuksit. Igen. A nyesteknek. Akkor a harmadik évad elkezdtük, még utolsó utáni végszó. Hogy a hangyák, kezdve van olyan hangya Kenyában, úgyfajta hangya, az oroszlánok kialását pusztítja. Kezdve. Oroszlánok kialását veszélyezteti az, hogy egy új hangyafaj megjelent, mert... A kihalását veszélyezteti, tehát támogatja az túlélésüket. Most hát az oroszlán létét, igen, most a létét, jó. Hát egy újfajta, egy nagyfejű hangyára beszélünk. A nagyfejű... Az emid, az picit rövizárlatú. Igen, bocs, tehát a nagyfejű hangya miatt az oroszlánok most veszélyben vannak Kenyában, mert ez újfajta hangya nem csípi meg az elefántot, amikor megeszi azt a bizonyos növényt, ami a kedvenc az elefántnak. Tehát az elefántok elkezdték megenni ezt a növényt, ami mögé az oroszlánok bújtak, amikor a zebrákat elkapták volna. Mi az elefántok megeszik ezt a növényt, az oroszlánok a zebrák helyett a bivajokkal kell, hogy, és a bivajok egy csomószor nyernek. Egy ilyen kis pici hangya miatt az oroszlánok bajban vannak. Nagy fejű hangyák, ez a nevük? Aha. Nagyfejű, ilyen valamilyen hangja. Már megnézem a pontos nevét. Ez egy annyira jó téma, szerintem kezdjük el a harmadik évad második előadását. Igen, így van, tehát a harmadik évadban se lesz ez másképp, tehát ha elköszönünk, nem biztos, hogy vége van az epizódnak. Tehát a nyestek megrássák a kábelt, csak a kezdet. Igen. Vissza fogja kapni ezt a bolygót. Nyomjátok meg a következő videó az átugrás, mert eznek nincs vége, tehát hogyha ezt meguntátok, akkor... Nagyon szépen köszönjük, köszönjük. Szobácsi Gergőnek, és akkor most van az igazi búcsúzás. Akkor Gergő, búcsúzzunk el. A hangyákról nekem is. Nem, köszönöm a meghívást rá. Sziasztok! Ez volt a Soros Tócsákban ugrálni Felméri Péterrel. Ha tetszett a műsor, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük a figyelmet! Együtt erősebbek vagyunk. Támogasd egy kávé árával a beteg gyerekek felépülését. A közleménybe ne felejtsétek odaírni. Gyermekonkológia.